Ezek a képek a legutóbbi Critical Mass-on készültek, melyet áprilisban a földnapja alkalmából tartottak Fehérváron. Most azonban az autómentes világnap apropóján szeptember 22-én rendeznek hasonló tömegmegmozdulást, immáron 10. alkalommal a városban. Innen a Halesz Parkból indulnak a bringások. A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a környezetvédelemre, az egészséges életmódra, valamint a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésének szükségességére. A pontos útvonal az a www.cmfehervar.hu oldalon található meg, nagyjából így a Halesz Parkból indulva a Budai út, Várkörút, Zicsiliget, Palotai út, Horváth István lövölde útvonalon fogunk ide visszatérni, kb. Egy órás menet lesz. Nem ez lesz az egyetlen rendezvény az autómentes naphoz kapcsolódóan csütörtökön. A rendőrség is képviselteti magát. Autómentes övezetet alakítanak ki az Zicsiliget mellett reggel 6 órától, és gyermekprogramokkal várják az érkezőket. Kerékpáros teszt kitöltés, ügyességi pálya várja bringásokat, valamint folytatódik a Superbringa program keretében meghirdetett kerékpáros műszaki állapot felmérés is. Akik bemutatják a kerékpárjukat, megnézzük, hogy működőképes-e rajta minden, illetve ha az összes kötelező tartozékkal rendelkezik a kerékpár, akkor kap egy úgynevezett műszaki matricát, ami egy évig érvényes a kerékpáron. A csütörtöki autómentes napon a Critical Mass és a Superbringa program mellett három helyszínen kerékpáros reggelivel is várják a szervezők a két keréken érkezőket, az Országalmánál, a Piac téren és a Skálánál is, reggel 7:30 és 8 óra között. Az autómentes világnap alkalmából tehát csütörtökön délután 5-kor indul a Halesz Parkból a Critical Mass. Ide nem csak a kerékpárral, hanem minden más nem motorikus járművel, így például rollerrel és görkorcsolyával érkezőket is várnak. Várhatóan több százan tekernek és gurulnak majd együtt, már hogyha az idő is engedi. A Fehérvár Televízió híradóját Szabó Miklós Bence tudósította.